világ reformátussága Calvin János születésének 500. évfordulójára emlékezett 2009-ben. Az ünnepi rendezvények sorában a reformáció egyik legnagyobb hatású hitújítója szobrot kapott Kecskeméten, a róla elnevezett téren. Kutas László szobrász és éremművész alkotását 10 évvel ezelőtt, 2009. június 19-én dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke avatta fel. A köztéri alkotás, melyet a Rádai Múzeum és a Kecskeméti Református Egyházközség állíttatott, az ókollégium bejáratával szemben kapott helyet. A 60 cm magas bronz mellszobor egy 130 cm magas horvát mészkő anyagú tömb talapzaton áll. Rajta a Soli Deo Gloria, azaz egyedül az Isteni a dicsőség felirat látható.